Az ENSZ 1999-ben nyilvánította november 25-ét a nők elleni erőszak felszámolásának világnapjává. Ennek megfelelően a hatóságok fontosnak tartják, hogy beszéljünk a témáról, mert az esetek nagy része még ma is rejtve marad. Nagyon gyakori az, hogy bántalmazzák otthon a nőket, a családtagokat, és nagyon gyakran akár a gyerekeket is. Tulajdonképpen ezzel az eseményen fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy ez nincs rendben, ez nagyon sok gond forrása, hiszen ha otthon egy édesanyát bántanak, azzal tulajdonképpen bántják a gyermekeit, bántják a testvéret, tulajdonképpen mindenkit bántanak, hiszen a család összetartója mindenhol az édesanya. Fontos az, hogy kiálljunk mellettük, érezzék azt, hogy nincsenek egyedül, és a rendőrség, illetve más segítő szervezet is van, aki tudja orvosolni ezt a problémát. A figyelemfelhívó futást immár harmadik alkalommal szervezik meg. A résztvevőket ezúttal arra kérték, kapcsolják be telefonjuk világítását, jelképezve ezzel, hogy az áldozatok nincsenek egyedül. A segítségkérés és segítségnyújtás fontosságára is figyelmeztettek. Ne legyünk közömbösek, igenis van segítség, akár a rendőrség 112-es számán is lehet hívni, lehet jelezni a családgondozók felé, illetve az önkormányzat, a gyerekjóléti szolgálatok felé. A kapitányság épületétől a csoport egy része futva, a többiek pedig sétálva indultak el a parkerdő felé, ami szimbolikus helyszín. 2015 áprilisában itt öltek meg egy 18 éves lányt. A megjelentek rá is emlékeztek. Sajnos a mi falunkban történt a hominózus eset pár évvel azelőtt, hogy itt elhunyt egy kis hölgy, és nagyon szívünkön viseltük a sorsát ott a faluba. Most is ott jöttünk el mellette, mindig emlékezünk rá olyankor. És a Gyöngyirál klubtól úgy éreztük, hogy el kell ide jönnünk. Idén eddig 50 távoltartási ügyben kezdeményeztek azonnali intézkedést a rendőrök családon belüli erőszak miatt, ám ez csak a jéghegy csúcsa. A megelőzés érdekében fontos lenne, ha ezek az esetek napvilágra kerülnének, fogalmazott Tóth László alezredes.